rendeleti vádlott és nem tetszését fejezte ki a bíróság döntésével szemben, emiatt hangosan és indulatosan beleszólt a bíró szóbeli indokolásába. Először csak sértegette a bírót a 18 éves fiatal férfi. Összesen 9-en ültek a vádlottak padján, amikor az incidens történt, 7 közülük rokonok voltak. Az ítélet indoklása közben kezdett el hangoskodni 3 vádlott, köztük a 18 éves férfi is. A bíró felszólította, hogy hagyja el a tárgyalótermet, ekkor kifele menet ütött bele ököllel a falba, a rendőrséget az őrök hívták ki. A fiú egy percig sem tagadta, hogy erőszakos tettével megzavarta a tárgyalást. Először garázdaság miatt hallgatták ki, később viszont hatósági eljárás megzavarása miatt vonták felelősségre. Ez sokkal súlyosabb bűncselekmény. A törvény még szigorúbban rendeli büntetni minősített esetként azt az elkövetési magatartást, hogy ezt a magatartást az elkövető bíróság eljárásában valósítja meg. A jelen ügyben az ügy terheltje egy bírósági tárgyalás során vádlottként vett részt, ott tanúsította a vádbeli kívóan közösségellenes és egyben erőszakos magatartását. A fiú így a legsúlyosabb ítéletre számíthatott, akár 3 év börtönt is kaphatott volna. Az ügyvédje azzal próbálta védeni, hogy 18 éves kora ellenére már olyan sokszor járt bíróságon, hogy nem tudta felmérni, milyen szabályok szerint kell ott viselkedni. A bíró végül figyelembe vette a beismerést, és hogy a fiatal férfi bocsánatot kért. Bűnös hatósági eljárás megzavarása büntetben a BTK 279 szakasz 1 bekezdésébe ütközően a második bekezdés szerint minősül. Ezért a bíróság vádlottat 21 nap elzárásra ítéli. A 21 napra börtönbe vonuló fiú és az ügyvédje egyelőre 3 nap gondolkodási időt kértek, és az ügyész is így tett, ezért az ítélet most még nem jogerős.